A 60-i civil szervezeteket minden évben támogatja az önkormányzat. Egy évben kétszer lehet pályázni a civil alapra, amivel akár 200 ezer forintot is lehet nyerni. Az első féléves pályázatokat 2020. február 1-től március 2-ig lehet benyújtani. Szinyei András elmondta, hogy az alap létrehozásakor az volt az elsődleges cél, hogy a város társadalmi élete aktív legyen, és minden civil szervezet meg tudja valósítani az elképzeléseit. 2011 óta gyakorlatilag nagyon sokan részesültek ebből. Ezt onnan tudom lemérni, hogy több helyen tapasztaltam, hogy irigylik tőlünk más településeken, hogy ilyen aktív a 60-i civil élet, és hogy az önkormányzat ezt a támogatást tudja nyújtani, ebben ennek nagy szerepe van. Pályázhatnak a civil szervezetek, amelyek önszerveződő, öntevékeny csoportok, tehát akár a saját kedvtelésükre dolgoznak. A 60-i fiúk zenekarra rendszeresen pályázik a civil alapra. Az elmúlt évben elnyert összegekből fejlesztették a hangszereiket, illetve videóklippeket is forgattak. A legújabb alkotásuk, a Még azt mondják, ez sem szép címet viseli. Hallottunk róla, hogy van ez a lehetőség, és így úgy gondoltuk, hogy ez nekünk is jól jön. Maga ez a pénz, amit kapunk érte, ugye már fejleszteni tudjuk a hangszereket, vagy a hangtechnikát, amire szükség van, amennyit kapunk, azt hozzá tudjuk tenni, amíg van félretett pénzünk, és akkor itt tudunk tényleg benni mindig újat valamiket, legyen ez bármi, mi az ennek szüksége van. Az év első felében, március 2-ig van lehetőség a pályázatok benyújtására. A civil alap adatlapjai átvehetőek a 60-i önkormányzati hivatal hatósági irodájának általános igazgatási osztályán, illetve a www.60.hu weboldalon is megtalálható a pályázati kiírás és a letölthető dokumentum.